kértem a papát, hogy keresen nekem egy klubot, ahova elmehetnék evezni. És így a budapesti Vasasba kerültem, ahol nagyon kedves edzők voltak, a Irányosi Géza bácsi volt az én edzőm, és nagyon helyesek voltak a sporttársaim, úgyhogy ott jól éreztük magunkat. Aztán, hát ugye később teltek, múltak az évek, férhez mentem, gyerekeim születtek, akkor nem lehetett a sporttal foglalkozni, de amikor már ők is az evezést választották sportjukon, akkor én is visszatértem az öregebb versenyzők bíztatására, és akkor kerültem ide az MTK-ba, és először vegyes párosba eveztünk a Wagner Györggyel, aztán utána egyre több, hát nem vagyunk olyan túl sokan, de a lányok is jöttek, Hollanda Éva, Gavenda Margit, Fekete Maria régiek közül, és így egy nagyon jó kis négy pár evezősünk volt, éveken keresztül nagyon szépen hoztuk az eredményeket a senior világbajnokságokon. Hát időnként kiegészítjük a négy pár evezősünket valakivel, vagy pedig főként egyesbe skippe járunk ki evezni. Ezt a mai napig csináljuk. Én emellett még teniszezek, emellett még négyszer egy héten dolgozom, úgyhogy elég sok mindent csinál az ember.